Jó reggelt mindenkinek, a Kabbala tanulóknak című könyvben olvassuk az árvú cikket, mondják az oldalszámot. Kérdéseket föltel a Kabbala tévén keresztül, és a megfelelő kérdésnek lesznek sugárazva a lecke során. Tehát Kabbala tanulóknak, árvút, kölcsönös garancia, árvút cikk. Izrael minden tagja felelős egyik a másikért. Amikor Izrael felelőssé válik az egyik a másikért, mivel a Tora nem lett átadva nekik, mielőtt Izrael minden tagja nem lett megkérdezve, hogy beleegyezik-e abba, hogy magára vegye a mások szeretetének parancsolatát. Annak teljességében, hogy ki van fejezve, szeress fele barátod, mint önmagad. Ez azt jelenti, hogy Izraelben minden egyes ember magára vállalja azt, hogy a nemzet minden tagjáról gondoskodik, és azért dolgozik, hogy kielégíti annak minden szükségletét, nem kevésbé, mint abban a mértékben, ahogy ez bele van nyomtatva, azaz, hogy ahogy saját szükségletére gondoskodna. És hogy a teljes nemzet egyhangulag beleegyezett abba, hogy mi megcselekedjük és meghalljuk, akkor Izrael minden egyes tagja felelőssé vált, hogy semmi sem hiányozhat a nemzet bármely más tagja számára. És csak akkor vált érdemessé arra Izrael, hogy megkapják a Tórát, és nem korábban. Ezzel a kollektív felelősséggel a nemzet minden egyes tagja fel lett szabadítva azzal, hogy a saját testének szükségleteire aggódjon, és képes volt megtartani ezt a parancsolatot, hogy szeress fel a barátod, mint önmagad, a legteljesebb mértékben, és képessé vált arra, hogy minden étemben rendelkezett egy rászoruló embernek odaadja, mivel ő többé nem törődött testének létezésével, hiszen tudta biztosan, hogy a 600 ezer odaadó szerető vette körül, aki állandóan készen áll arra, hogy őt támogassák. Ennek okán nem álltak készen arra, hogy megkapják a Tórát Ábrahám, Izsák és Jákob idejében, hanem csak is miután kijöttek Egyiptomból, és egy teljes nemzetté váltak. Csak akkor jött létre annak a lehetőség, hogy képesek legyenek mindenki szükségleteit garantálni, mindenféle aggodalom és gond nélkül. Azonban, amíg ők mindig össze voltak keveredve az egyiptomiakkal, szükségletüknek egy része szükségszerűen azokban a kezébe lett helyezve, akik önszeretettel voltak átitatva. Ezáltal az a rész, ami az idegeknek lett átadva, az nem biztosítható Izrael egyetlen embere számára sem. Mivel barátai nem lesznek képesek azon szükségleteit nyújtani, mivel nem rendelkeznek azokkal. Ennek megfelelően mindaddig, amíg az embernek saját magával kapcsolatban kell aggódnia, addig alkalmatlan arra, hogy egyáltalán elkezdesse a parancsolatoknak a betartását, hogy szeress fel a barátod, mint önmagad. És nyilvánvalóan azt találjuk, hogy a Tóra átadását késletetni kellett mindaddig, amíg ők nem jöttek ki Egyiptomból, és nem váltak egy önálló nemzetté, hogy az összes szükségleteiket képesek legyenek maguknak nyújtani, mindenféle másoktól való függőség nélkül. És az alkalmasát tette őket arra, hogy megkapják a fent említett árvutot, és hogy utána megkapják a Tórát. Idáig világos, kérdezi rám? Itt azt mondja, hogy Izrael minden tagja magára kell, hogy vonja az aggodalmat minden, a nemzet minden tagja iránti aggodalmat. Honnan származik mindez? Mi egy fejlődésről beszélünk, mondja rá. Azaz, mi nem beszélünk egyénekről. És nem a nasim, se bitok Adam Echat, és nem
Tehát vannak emberek, ahol egy ember mindenféle vágyakat tud megnyilvánítani, és ez olyan módon történhet, tehát a kölcsönös garanciának a feltételével és a Tórának a feltételével, Tóra megkapásának a feltételével. Tehát mi most azokról beszélünk, akik hasonlóak hozzánk, tehát akik egy egoista távolságban vannak egyébként egymással, egy kölcsönös elutasításban, amely távolságot tart nekik, és ez a csoport azért gyűlik össze, mert felébresztés kap felülről egyetlen cél irányában, és ez az, ahogy a kapcsolat valóban megjelenik a saját helyén, tehát ők elkezdtek tanulni, és különböző állapotokon keresztül menni, és ezek az állapotok, ezek megtanítják nekik, hogy egyesülni kell, és amikor ők elkezdenek igazán egyesülni, akkor problémák jelennek meg. Tehát én csak ebből az anyagból beszélek, a világnak erről az anyagáról. Tehát ők tehát nyilvánvalóan el kell kezdeni alkalmazni a szeress fel a barátod, mint önmagad parancsát, és az a feltétel, ez szükségszerű. Tehát nekik el kell érniük ezt a kapcsolatot. Ezt a fajta kapcsolatot, amit a szeres felebarátod alapon megy, és ez kell a reformáló fény, ami Tórának nevezünk. És hogy az, hogy érezzék a gonosz hajlamot, ugye, mert a teremtő teremtette a gonosz hajlamot, és ez a gonosz hajlam az pontosan a kapcsolat ellenében működik, hogy ne legyen kapcsolat. Tehát tehát, hogy képesek legyenek ezzel az erővel kezdeni valamit, ami egyébként el akarta távolítani őket egymástól. Ez egy ilyen elutasító erő, amely elutasítja őket egymástól, szét akarja őket lökni egymástól. Tehát emberek akik érzik, hogy nem képesek közelebb kerülni egymáshoz, belsőleg. És akkor meg kell érteniük, hogy volt egy ilyen megakadás az úton. Tehát ha nem kaptak valami fajta segítséget, akkor nem is tudtak volna tovább haladni. Ugyanis a felsírásnak, a szükségletnek megfelelően, amit felfedeztek az egymás közötti munkában, pontosan ezáltal, azaz, amikor a reformáló fény megérkezik, akkor segítséget adnak ezen keresztül felülről, és ezért valóban bár el kell jutniük arra, hogy képesek valóban felsírni, tehát valóban a szívük mélyéről képesek segítségével felsírni a kapcsolat elérése érdekében, és akkor, ha ez megtörténik, akkor meg is jön ez a kapcsolat. Tehát mindenkinek szükség van arra, hogy segítséget kapjon ahhoz, hogy ezt elérje.
Ezért minden nap tehát minden nap készen kell állni a Tóra megszerzésére. Ez így működik, mondja Rav. Igen, Deni. Tehát amíg az egyének mindenki maga tehát fenn kell tartsa azt az érzést, hogy afelől kell, hogy aggódjon. זה עניין של קבע והרי שאני חי בחיים האלה כדי למלא ez a kérdése ugye az állandónak és az ideiglenesnek amit te kérdeztél tehát hogy érezzétek אין לי יותר דאגה בחיים אלה ההכרחיות שלי זה להשיג החיבור tehát azon túl, hogy elérik a kapcsolatot. Tehát néha eljövök túltöltve a leckére. Egy csomó dolog borzasztóan foglalkoztatja a szándékaimat. Jó, ez helyes. Ez annak érdekében történik, hogy mindent meg tud vizsgálni. Tehát tehát nyilvánvalóan egy csomó dolog felébred, nem feltétlenül a leckén fog benned felébredni ez a szeressel a barátodat, hanem amikor valóban nagyon sok emberrel találkozol, és jönnek a zavarok, a fény, felébred, általános módon felébreszti azt is, hogy ne tudjatok egymás felé adakozni. És akkor mindenki bolyong önmagán belül, hogy hogy találj meg az arvot a többiekkel. És így kezdődik majd a kölcsönös garancia, amikor rájössz, hogy biztosnak kell abban lenned, hogy a barátod is az idegen gondolatok befolyására került, és ő is csak össze-vissza bolyong. Oké, de akkor ez a vizsgálat, ez a luk a hajón, ugye, amely a kapcsolaton lévő luk. Tehát mindig megpróbál bennünket megszöktetni, mi jövünk, megpróbáljuk ezt, aztán megpróbáljuk összekapcsolni, és ez egy újra ismétlődő folyamat. Így van, ismétlődik, de mindig egy kicsit több lesz, mindig egy kicsit többet adsz hozzá. Tehát miután az egész nemzet egyetért, hogy mi megtesszük, mivel kell egyetértenünk? Tehát megtesszük és meghalljuk. Mivel kell egyetértenünk, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy tényleg meghallhassuk ezt? Itt elmondja a számunkra, és még az előző cikkben is, amely a Tóra átadása, hiszen ez ugyanaz a cikk, mert az arvút a második része a Tóra átadása cikknek. Tehát mi megtesszük és meghalljuk, ez azzal kapcsolatos, hogy fölémelkedünk az értelmfeletti hitnek. Amilyen mértékben mi megvan a szándékunk, hogy bizonyos cselekedetekkel foglalkozunk, hogy elfogadunk bizonyos nem szükségszerűen az állapotban, abban az állapotban vagyunk, tehát ez folyamatosan történik velünk. Mert amikor szükségünk van egy megfelelő szintre való emelkedéshez, nekünk mindig el kell foglalkoznunk a feltételekkel, amelyeket a magasabb szinthez tartozik. Ezek a feltételek nem ebből a világból származnak, tehát nyilván be kell tartani őket, éreznünk kéne az ízét ennek. Ez az, amit látnunk kell. És erről is ír Bálhá Szulám, hogy a Tóra azért volt átadva, hogy az ő ereje a reformáló fény,
képessé tegye őket azért, hogy az első cselekedet ellenében követelhessék a teremtő segítségét. Ezt hívják, hogy félsékelnek, tehát hogy emelkedsz fel a Málkut a Bínához. Mit jelent ez? Hogy a Málkut az egy racionális gondolat, a szándék, hogy minden, ami a kapnakaráson keresztül áramlik, az hirtelen összetően kapcsolódna az adakozás elébe, de hogy lehetséges ez? Hogy lehet a Málkutot fölemelni a Bínához? Tehát nekünk arra van szüksége, hogy materializáljuk ezt egy kicsit, hogy érzékeletté tegyük, hogy a tehén, amelyik egy értelem nélkül dolgozik, hát a Vinának is hogyan működik ez, hogy hogyan lehet egy magasabb szinthez kapcsolódni, ami mindig a Bína, a Malkuttal összehasonlítva, tehát mindig többet akar adni. Tehát nyilván egy szükség kell, egy segítség kell felülről, ez a munkának a része, hogy a kapcsolat, közöttünk lévő kapcsolat segítségével felébresszük egymást, és magunkra akarjuk mondni azt a feltételt, hogy ami egyébként első látásra irreálisnak tűnik, hogy a másikkal kell, másik vágyával kell foglalkozni, de az első, hogy felemelkedek ide. Tehát nekem kell a hiány arra, hogy én valóban akarjam ezt. És nekem látnom kell, hogy nem. Nekem segítséget kell ehhez kérnem majd a teremtőtől. Tehát van szemük, de nem látnak, ahogy írják. Tehát ugye mindig azt kell látni, hogy van az a híres példa, hogy ezer sékelt kell látnod, ahelyett, amint visszakapta. Tehát neked a Malkut mindig egy sékelt látna. A Bínának a vágya azonban mindig az, hogy ezer sékelt lásson abból a pénzből, amit valaki tartozik ezer sékelt, és egyet ad vissza. Ha az a barátod és szereted, akkor te ez ezerre fogod látni. Tehát itt van egy minőségváltozás, amit még nem tapasztaltunk meg. És nekünk egyre közel kell ezt kerülni. De miért történik mindez? Tehát miért történik az árvút? Az árvút a kölcsönös garancia. Az a képességet jelenti, hogy felsírjunk, hogy valóban akarjunk felemelkedni a következő szintre. Tehát a hiány az nem hiány. Tehát nyilvánvalóan szégyen, hogy én mi vagyok, ezt kell éreznem, hogy miről beszélnek. Tehát nyilván beszélnek valamiről, ami nincs benne, de valami jó kezdet ez, hogy elnyerjük azt, amiről beszélünk, ahogy megjelenjenek a célok, az értékek, elkezdjenek befolyásolni engem, hogy elkezdjön a szégyen. Én tényleg kapcsolatban akarok velük, de miért? Nincsen racionális válasz erre. De ez az, hogy működve vagyunk. Bocsánat, hogy működünk. Tehát nekünk azt kell tennünk, amit meg kell tennünk, hogy ki tudjunk lépni a világunkból, a keretünk, keretfeltételekből. És ez csak az árvút segítségével lehetséges. Ha én érzem, hogy a csoport az az én felső szintem, tehát nyilván az ő befolyásukkal, amivel befolyásolnak engem, új értékeket kapnak, kapok megfelelő értékeket, akkor ezekre... akkor nekem el kell jutnom ahhoz a ponthoz, hogy rájövök,
hogy semmi nem fog segíteni, a csoport az, ami mindenkit befolyásol a magasabb rendű értékekkel. Thomas Londonban kérdezi, mit jelent az, hogy magukra vonják az aggodalmat, hogy minden tagja a nemzetnek magára vonja az aggodalmat. Mit jelent az, hogy a nemzet minden tagjának jólétét magukra vonják, hogy ezért aggódjanak? A teremtő elrendezi felülről a teremtés tervének megfelelően és a korrekció tervének megfelelően olyan módon rendezel dolgokat, hogyha elérkezünk a csoporthoz, akkor minden ember a csoportban igazából egy dolog bántsa ezeket az embereket. Tehát, hogy valóban ne törjék el a barátságnak és az egységnek a helyét. És ezért minden emberben egy helyet kell találni el, egy belső helyet, és el kell fogadni, hogy a csoport az ilyen módon van megadva nekem. Tehát nekem hozzájuk kell kapcsolódnom, el kell fogadnom. El kell érnem a spiritualitást, nincs más mód, ez egy feltétel felülről. Tehát nekem megerősítést kell nyernem, és ez így kell készen állni a választásra. Mit kell tennem annak érdekében, hogy elérjem az arvutot? Hát nektek hiányzik az arvut. Tehát nyilván van itt egy definíció, hogy megpróbáld elérni, amit el kell érni, nem tudod, hogy mi. És hogy éred el ezt az állapotot? Tehát neked meg kell ezt vizsgálni. Azaz, nekik, tehát nekik kell mindent érezni. Tehát milyen gondolatok vannak, milyen erőfeszítéseket tenni, milyen munkát kell tenni, milyen hiányhoz kell kapcsolódni. Tehát hogyan lehet magatokat elképzelni, magatokat a csoportban, a helyes hozzáállással, viszonnyal, hogy a világ... Tehát, hogy én be tudjak lépni abba az állapotban, amit árvútnak neveznek. Ez egy érzés jelent tulajdonképpen. Mi tölt ki engem, mikor az 1000 sékel helyett 999 sékelt látok? Mi tölt ki engem? Arra van szükségünk, hogy אנחנו צריכים לרכוש כלי האמונה למעלה מהדעת. Tehát meg kell szereznünk a hitnek az edényét, ami az értelem felett van. És ez pedig felülről érkezik a fénnyel. Ez jelenti a következő világnak a fényét. És akkor ezek az edények, ezekben meg kell, hogy lássam hogy azt, ami engem beborít teljes mértékben, hogy érezhessem a fény kitöltését, azaz a kapcsolatot a felsővel. Folytassuk.
אחורה. מה שענית לחבר ממוסקבה, שהוא צריך לברר בעצמו את הנושא של הערבות. מונטה הברטוקנק מוסקבה לסערה סולטה. Hogy az árvút az egy belső vizsgált eredménye is. Tehát az árvútnak nem olyannak kéne lenni. Mindig, amikor egy cikket olvasok, akkor az árvút az valami nagyon gyakorlati dolog. Tehát az árvút az valami gyakorlati dolog, amit mindenkinek magára kell vonnia. Amikor beszélünk egymás között a csoportban erről, és el kell érnünk azt, hogy egyesekként, hogy mi a spitális szinten megnyilván a árvút, hogyan tudunk belépni ebbe, akkor mindig rájövünk, hogy ez egy gyakorlati dolog. Tehát mi az árvút a közösség számára? Ez egy feltételrendszer, amennyire én értem. Mindenféle mélyebb vizsgálat nélkül el kell jutni az a ponthoz, hogy ennélkül nem tudunk előreadni. A másik, igen, ez így van. A másik pedig az, hogy el kell jutnunk ez a vizsgálathoz, és nekünk egyszerűen nincs más lehetőségünk, mint hogy eljussunk ide, ha tovább akarunk menni. Tehát mi történik az edényünkben? Tehát minden alkalommal, amikor közelítek ehhez, akkor egy nagyon magas szinten közeledünk ehhez. És hiába tudok benne mélyebben elmélyülni, megérinteni. Nyilvánvalóan látszik, hogy mit jelent az árvút, hiszen hogyha mi az összes barát itt a világcsoportban neki akar állni, akkor mi az, ami elő van készítve? Nyilvánvalóan fizikailag mindenki mond valami mást, mire van szükségünk ahhoz, hogy belépünk ebbe a fizikai szintre, mindenki mond valamit, úgy tűnik, ami egyszerű, de mégsem világos egyáltalán, hogy miről van itt szó. Ez mindig az mondja, rá. De még egyszer hadd mondjam el, hogy ez egy érzelmi állapot, tehát nekünk el kell érnünk, és az elérésünk az valóban érzelmi, és a feltárulása az edénynek, az nekünk vágyni kell erre. Én egyetértek minden szóval, amit mondtál, mi valóban nem vagyunk képesek, természetesen, de nekünk állandóan meg kell vizsgálnunk mégis helyes módon, és mindenkinek meg kell vizsgálni önmagát is, tehát hogy eljussunk abba az állapotba, hogy megjelenjen a kapcsolatra való igény, és a kölcsönös garancia, az legyen világos a számunkra. Tehát ez az, amire szükség van. Tehát világos legyen a számunkra, hogy nekem az árvút az egyszerűen a szükséglet a következő spirituális szint eléréséhez. Tehát, hogyha nekem hiányzik az a kapcsolat a barátaimmal, ami nem csak a kapcsolat, hanem egy olyan fajta kölcsönösségi, nem csak a kapcsolat, hanem egy kölcsönösségi alapon, az árvút alapján történő kapcsolat. Ez az, ami hiányzik nekem, tőle a fény, reformál engem, összekapcsol bennünket, és aztán ebben a kapcsolatban felfedezzük a belső fény, melyet Tórának nevezünk. A Tóra az a reformáló fény, és itt van egy önvizsgálat, és nyilvánvalóan és a korrekció felé vezet bennünket, mert ez a vizsgálat az a törésnek a vizsgálata, és a korrekció lehetőségnek a vizsgálata. Oké, na de hogyan kapcsolódik ez az a helyzethez, amiben ma vagyunk? Mikor le kell tisztáznunk egymás között, hogy mire van szüksége a közösségnek, hogy támogassuk egymást, tehát hogy támogassuk a barátokat, pontosan ez az, amit meg kell vizsgálni. Tehát az árvodnak a lényegét kell megvizsgálnunk. Oké, de mi nem tudjuk, hogy mit kell és mit nem kell tennünk. Tehát még hogyha úgy is tűnik a számunkra, abból, hogy megpróbálod ezeket a cselekedeteket, mintha valóban egy megfelelő komolysággal végeztek el, mintha már el is érhetnétek, ez az, ami előttünk van. Csak ez van előttünk. Ez a legfontosabb, hogy az emberi kapcsolatokat így vizsgáljátok meg. Mit kell tenni, hogy a másiknak a létezéséért, az előrejutásáért aggódj. Ez nem fog magától megjönni azonnal. Az árvúthoz való eljutás az a lényege, hogy ki tudjunk vonulni Babilonból, és elérünk a Sinai hegyig. Oké, na de akkor köztünk egyet kell érteni valamiben. Ez azt jelenti, hogy támogatunk kell egymást, és meg kell, ki kell találnunk, hogy mit akarunk tenni, mit az, amit nem kell tennünk. Tehát körülbelül ez az, amit most tennünk kell. Igen. Hát ilyen mondunk előre alatt, mondjanak. Mi az a feltétel, hogy milyen feltétel szó, mi nemzet? A nemzet, amikor egyek vesztek. A nemzet az, ami az izraeli nemzetnek jut,
tehát ha Izrael nemzetéről beszélünk, amely Ábrahám idejében lett megalkotva először, tehát amely több ezer embernek volt már a gyülekezet az első pillanatban, egységre léptek egymás között, mert ők előre akartak haladni annak az irányába, hogy megszerezzék a kölcsönös adakozás minőségét, a szeretetet. Ezt a nemzetet hívjuk Izraelnek. Tehát akinek van szívbéli pontja, és szeretettel közeledik az Isten felé, az Izrael tagja. Tehát ön azt mondta korábban, hogy van az értelem feletti hit, akkor mi az ára ennek? Mi az ára? Hogy az ember ezt megszerezze, mit kell tennie? Tehát ön azt mondta, hogy felülről jön ez a feltétel, de mi az, amit mindenképpen meg kell fizetnünk ezért? Munka. Erőfeszítés. Ezt tekintet úgy, mintha megszereznénk. Mit jelent az, hogy megszerzem? Nyilván, mintha pénzem lenne. Mi a pénz? Az a szűrő, a vágyodás a szűrőre. Tehát, hogyha én dolgozom, és akkor az erőfeszítésemben eljutok el abba az állapotba, hogy én az erőfeszítéseimben megfizetem, ahogy a vágyott dolgot elérjem. Vagy egy eredmény. Tehát én eljutok. Ugye ez úgy működik, hogyha ezért dolgozol, akkor megkapod. Tehát hogyan működik ez a Tóra esetében? Hogyan jött el Jákob? Sok évet dolgozott, és... És aztán megkapta ezt. Ez tekintető úgy, hogy erőfeszítés és munka. Daniel Kolumbiából kérdezi, hogyan kell megtartani az árvótot, amikor mi egy zónásban vagyunk. Nekünk el kell érnünk az árvotot, tehát van az emelkedés és a süllyedés, tehát ez az, ami bennünket egy vizsgátra kötelez, hogy közelebb kerüljünk az igazsághoz, hogy mi az árvot, benne vagyunk vagy nem, hogy mennyire jutunk közelebb ehhez vagy távolabb, minden zavar fölött, hogyan tudjuk ezt megragadni, hogyan kerüljünk ki a zavarokból, hogyan stabilizáljuk ezeket az erőket az árvót jegyében. Mi olvassuk az árvótot, és közben látszik, hogy egy embereket egyszerűen kell összekapcsolunk, ez egy előzetes feltétel az árvóthoz. Nem, az egy ember egy szívvel az... Ezt nem mondjuk, hogy előtte vagy utána. Mondhatjuk, de nem teljesen így van. Oké, de pont ez az én kérdésem. Mi megpróbáljuk letisztázni az, amit Pasa elkezdett már mondani, hogy nekünk minden... Tehát, ha érzelmi állapotról kell beszélnünk, tehát, hogy mindannyiunknak el kell érni azt az érzést, hogy árudban vagyunk, vagy egy rész, akinek el kell érnie a csoporton belül, és akkor ők létrehozzák azt a helyet, és akkor mi intellektusan megértsük, hanem csak belépünk ebbe a térbe. A csoport az felülről vonatva nekünk, mondja rab. Én senkit nem választok itt, aki itt van a teremben. Egyszerűen ide lök a teremtő. Tehát én ránézek a barátaimra, és én azt látom, hogy nincs más választásom, nekem el kell fogadni őket. A teremtő tudta, hogy mik az én legközelebbi részei az emberiségből a lelkemnek. Valóban kiválasztotta nekem ezt a csoportot, ide küldött. Tehát nyilván ez az első kör, amihez kapcsolódnom kell, és ez az első pont az ahhoz, hogy elkezdem struktúrálni, újra struktúrálni a lelkemet. Ezek az emberek nem is emberek, ezek szikrák, akiket kaptam, el kell őket fogadnom, és ezek a szikrák, ezek természetesen, ugyanúgy, mint bármelyik egyén, ugye Sores Alef, Bet, Gimel, Dalet, 1-es, 2-es, 3-es, 4-es vágyvaskossággal rendelkeznek, és ezért vannak, akik közelebb vannak hozzám, lesznek, akik egy kicsit távolabb vannak tőlem, de mindenféle dolog elő fog itt fordulni, de végső soron egy kölcsönös módon nekünk fel kell ébreszteni egymást, mindenkinek az arvút állapotában kell lenni, ez világos.
Tehát remélem az alapján, amit elmondott, világos számomra a kérdésem, az eredmények oldaláról szeretnék egy kérdést föltenni, hogy mindenkinek ebben az érzésben kell lenni. Tehát mindenkinek ugyanabban az integrációban, RAV. Nekünk mindannyian be kell ebbe lépnünk. A saját erőfeszítéseink által vannak, akik azért kerülnek ide, mert egyszerűen oda keverednek ebbe, hogy az árvottal szembesedjenek. De ez, amit mondtam, Soros Alef Bet Gimel Dalet, ugye, az emberi szinten belül ugye van az ásanya növény állati és beszélő szintű ember, tehát mindenki valamilyen módon létezik, valamelyik szinten itt a csoporton belül is, ezért mindegyikünk egy kicsit más. Mindegyikünknek megvan a maga tere, helye, szerepe. Tehát vannak azok, akik az általános, ugye ezt mondjuk azt, hogy a lévik, a kohenek, a főpapok, tehát különböző szintű részvételt jelent ez, de mindenkinek a saját szintjének megfelelően kell megvalósítani azt, ahol van. Hogyha helyes módon értem az árvutot, akkor ez kétfajta módon létezik. Az első a hiány oldaláról, tehát nekem éreznem kell a közösségem belül mindezt. Tehát ezt most nem értettem. Tehát az a két nézőpont, mire ez nézőpont beszél? A hiány oldaláról mondja a srác. Tehát, hogy én megkapom a csoportról a hiány, és onnan is kapom a kitöltést, és onnan fogom kapni az árvútra. A kapcsolatra való hiányt gondolod? Az a csoportok kapod? Igen, ez igaz. És akkor és a kitöltést is onnan kapom, hiszen nem tudom egyedül megtartani, ezt nekem szükségem a barátokkal, a kitöltést nincs. Igen, mondja Rav. Így van. Tehát a fényt is a kapcsolatok kapod, mindent a kapcsolatok kapsz. Tehát a hiányt is arra, hogy kapcsolatban legyél az emberekkel, és a kitöltést is tőlük kapod, hogy összekapcsolj velük. Oké. Tehát én... Nyilván a kitöltés oldaláról van itt most szó. Mit jelent az, hogy a kitölt... Az, hogy nekem válaszokat kell kapnom a közösségtől, tehát nekem... Tehát mindig megjelenik ez a kitöltés, amit kaptam, aztán eltűnik. Nem tudom, milyen állapotról beszéltem most, mondja pontosan. Mi egy edényé válunk 10 szférává. Tehát amely a malhutból épül ki, és az azt jelenti, hogy a malhutnak ki érdemessé kell válnia arra, hogy kitöltés kapjon a felülről. Na, haladjunk, kicsit olvassunk. Ebből következik, hogy még a Tóra megkapása után is, amennyiben Izraelből egy maroknyi ember csalóvá válik, és visszatér az önzésbe, anélkül, hogy a barátokait figyelembe vennék, akkor az olyan a mennyiségű szükség, mely ezen kevesek kezében van. Izraelt azzal a szükséggel terheli, hogy azokat maguknak kell biztosítaniuk. És mindez azért van, mert ezek a kevesek nem sajnálják őket egyáltalán, ezáltal annak a parancsolatnak a betartása, hogy az ember képes legyen barátját szeretni, meg lesz akadályozva Izrael számára. Ezáltal ezek a felkelők azt okozzák, hogy azok, akik megtartják a Tórát, megmaradnak az önzés mocskában, mivel nem lesznek képesek elkötelezni magukat abban a parancsolatban, hogy szeress fel a barátod, mint önmagad, és hogy beteljesítsék a mások iránti szeretetüket segítség nélkül. Ennek eredményeképpen egész Izrael felelős lesz egymásért, mind a pozitív oldalon, mind a negatív oldalon. A pozitív oldalon, amennyiben megtartják az arvutot, ameddig mindegyikük gondoskodik és kielégíti barátai szükségletét, addig ők képesek teljesével megtartani a Tórát és a parancsolatokat, azaz képesek elégedettséget okozni a Teremtőnek. A negatív oldalon, amennyiben a nemzet egy része nem akarja megtartani az árvutot, hanem ehelyett az önszeretetbe való elmerülést választja, azt okozza, hogy a nemzet többi része is megmarad, belemerülve saját mocskában és alantasságában, anélkül, hogy megtalálhatnák a kiutat a
önzésből. להישאר שקועים בזוהמתם ובשפלותם, מבלי למצוא שום מוצא לצאת מעמידתם המזוהם כמבואר. עוד י"ח. ולכן הסביר אתה... Ennél fogva Rabbi Simon bar Yochai, a Zohar szerzője. Az árvodot úgy írja, mint két embert ugyanazon a hajón, amikor az egyik elkezd lyukat fúrni a hajó oldalán. A barát megkérdezi, miért fúrsz lyukat? A másik azt válaszolja, mi közöd neked ehhez? Én saját magam alatt fúrok, nem alattad. Az az ember nem érzi az árvodot, világos, aki fúrja a lukat. Tehát látja a barát, hogy mekkora a hülyeség folyik itt, és látja, hogy a másik mindenkit megzavar ebben. És ezért történik ez ezen a módon. Tehát mindenkinek eljön ez a pillanat, amikor fúrja a lyukat. Tehát minden egyes pillanatban, amikor valaki leválik. Hát mi a valódi leválás, amiről beszélünk? Az, hogy bizonyos dolgokkal foglalkoztam, ugye, nyilvánvalóan ez egy óriási károkozás, hogyha az ember egyszer csak kizuhan ebből a kapcsolatból, és belekerül abba a gondolatba, hogy 100 000 helyet is talál a kapcsolatnak a megfúrására. Tehát nekünk tudni kell, és figyelmet kell fordítanunk erre a problémára. És akkor itt válaszolja, hogy én magam alatt fúrom, nem alattad, erre a válasz. De bolond. Te mind a ketten együtt fulladunk meg. Ez a különbség a között, aki érzi ezt az edényt, amelyben megjelenik ugye a beáramló víz, valaki meg nem. Mit kell ebben a helyzetben csinálni? Dolgozni. Tehát itt valóban arra van szükségünk, mondja, hogyha látjuk, hogy valaki fúrja a likat, hogy ha látjuk, akkor azonnal be kell avatkozni és segíteni a másiknak. Lényegtelen, hogy éppen ki melyik szerepben van. Egyetlen edény van, ha az valaki megfúrja, akkor az edény szétesik. Ebből megtanulhatjuk, hogy mivel azok a felkelők, akik az önzésben gázolnak, cselekedeteik által egy vasfalat építenek, mert megakadályozza a Tóra megtartóit, hogy belekezdhessenek a Tóra és a parancsolatok megtartásába. A szeress vele barátod, mint önmagad mértékében, mely egy hatalmas létra, mely a teremtővel való összetapadáshoz, összeolvadáshoz vezet. És hogy mennyire igazak voltak annak a versnek a szavai, mely azt mondja a Zohárban, bolond, mind a ketten fulladunk meg. Igen. Az allegóriáról szeretnék valamit kérdezni. Tehát először azt kéne értenem, hogy mennyire értem egyáltalán valóban ezt. Még ez furcsán is hangzik, mondja a srác. Tehát én nem tudok odafordulni valakit, és azt mondani neki, hogy te lukat fúrsz a hajóra. Hát de mondanod kell, mondja. Igen. Na, de tulajdonképpen csak én tudok lukat fúrni, nem? Itt most ne filozofálgassunk, mondja, hogy az én hibám, hogy az ő hibája valóban. Tehát most ezek a dolgokat tegyetek egy kicsit félre. Mi most össze kell kapcsolódnunk, mindent egy képbe kell összekapcsolni. Tehát, és mit látsz, ha összekapcsolsz? Akkor látsz egy hibát, amit vagy én, vagy a másik csinál. És a hajó süllyed. És nekem ezt meg kell vizsgálnom, hogy miért? Elkerültem abban az állapotban, lehet, hogy nem egy közvetlen módon, hanem egy közvetett módon, de el kell jutnom oda, hogy hogy senki ne fúrja a lukat a hajó oldalára. Hol van az leírva, hogy segítik a barátaikat? Ez egy önvizsgálat, azonnak a gondolatnak a vizsgálata, hogy nekem korrigálni kell valamit. Hogy korrigálom? Tehát arra van szüksége, hogy eljussak abba az állapotba, hogy ami igazából hiányzik nekem,
hogy valóban a reformáló fényhez jussunk, és látni kell, hogy annak megfelelően, amit le van írva, az egy egyszerű módon működik, tehát nektek kötelező módon oda kell fordulni, hogy ó, rendben van, tehát nekem nem kell szemtől szembe mennem ezzel a dologgal, tehát egyszerűen figyelembe kell vennem az embert, tehát nektek a közösségen belül látni kell, hogy mire vagytok kötelezve, hogy nektek csak magatokkal kell foglalkozni, mert valójában egy test vagytok. Tehát nincs ezzel mit tenni, egy test vagytok valójában, egy hatalmas vágyhoz tartoztok. És hogyha egy közösség megérti, az egész közösség megérti, akkor semmilyen privát dolog nincs itt egyesülőtökkel, és ezért nekünk a kezdő pillanatok kezdve össze kell kapcsolódnunk, mivel a teremtő a csoportot ebben a helyzet viszi, abban a pillanatban, amikor ez belétek, össze kell kapcsolódni. Ken. És aztán látni kell, hogy hol van a kapcsolatnak a hiánya. A nap közben úgy tűnik nekem, hogy az, mintha az árvút fogalma megjelenne köztünk, és amikor megpróbáljuk fenntartani ezt, akkor elkezdem érezni, tehát nem tudom megragadni ezt a belső attitűdömben, sokat beszélünk róla. Akkor vizsgáld meg jobban. Oké, na de ez a fogalom, hogy árvút. Ennek van valami belső része, vagy egy külsőleg is meg kell nyilvánulni? Annyit cselekedet kell az árvódban, ami csak lehetséges, de nyilván belül kezdődik ez a dolog. A kérdés folytatva, itt van egy Pandora szelencéje, mondja a srác. Tehát, hogyha én látom, hogy valami helytelen, akkor mondom a barátomnak, hogy lukat fursz a hajóra, de nyilván elkezdem kritizálni az embert. Nagyon nehéz ezt megtenni, amit meg kellett tenni. Tehát ha valami rossz, akkor meg kell mondanom a barátomnak, mert ő mindig ezen a módon látom a valóságot, ugye? Nem, most ne egy személyes módon tesz, de egy általános módon tegyétek meg ezt, hogy szóltok egymásnak. Tehát ne azt mondjátok, hogy te meg te voltál rossz. Általánosan beszéljetek erről a gondolatról, hogy ne bántsatok meg senkit, milyen cselekedet, ne a cselekedeteket, egyéni cselekedeteket értékeljétek. Tehát ezt olyan módon tegyétek, ami magától értető módon mindenki megér. Ugye látjátok a többieket, látjátok a többieknek az egyediségét is. Oké, egy másik kérdés. Mi a célja annak, hogy... Én személy szerint mindig látom, ami történik. Tehát nagyon sok dolgot látok a kapcsolatban, a tízes körben, a csoportban. Miért ennyire nehéz ez? Azért, mert van egy törött vágyad, és neked látnod kell, hogy neked korrigálnod kell ezt. Oké, de mit kell nekem korrigálnom? Mi fogja elvinni a fény korrekciója az engem? De oké, mi arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk magunkra vonni a valóságot, hogy ez tökéletes legyen. Nem. El kell képzelned, hogy neked szükséged van. Arra az érzékelésre, hogy elfogad, hogy egy vagy. Hogy a teremtő teljes. Tehát neked meg kell kapnod azt az érzést, hogy nem akarsz. Oké, de amit ön mond, az azt jelenti, hogy itt kétfajta attitűdöt kell megmosítani, van az egyik dolog itt, utána pedig korrekcióra kell vinnem az egészet, tehát nekem be kell lépnem ebbe. Tehát itt nem esetek egy nagyon negatív kritikában, mert ez engem kivezet mindenféle hibából. Tehát valószínűleg a közösségnek megvan az az ereje, hogy tehát itt valami szociális kapcsolaton kell gondolom, vagy neked, fiúk, nem értem. Mielőtt elkezdenek foglalkozni egy komoly módon a Tórával, vagy az Arvuttal, értsétek meg, hogy mit magyaráz el a cikk.
Miért tesztek fel annyi kérdést a cselekedet végén megjelenő eredményre? Nem, én az elejéről próbálok megkérdezni. Tehát hogyan vagyunk mi képesek letisztázni azt, hogy egyetlen, hogy kell megindítanom a barátomnak a korrekcióját, amikor látom, hogy fúrja a lukat. Nekem ez a problémám. Nekünk a szándék a lényeg, hogy mivel mész oda a másikakat figyelmeztetni. Tehát próbáljátok meg állandóan abban lenni, hogy szeretettel mentek oda, hogy annyira lehetséges kapcsolódjatok össze, és a szeretet alapján mondjátok meg, hogy fúrod a lukat. Tehát mindig ebben legyetek, a szeretetben. És nincs más feltétel, és hogyha nincs más feltétel, mint ez a szeretet szándéka, és ha nincs ilyen, akkor ne viszont, akkor ne tegyetek semmit. Tehát készen kell állnatok a kapcsolatra, és ezt meg kell mutatni mindenkinek, fel kell mutatnatok, és minden alkalommal próbáljátok meg ebből a munkából kiket felegni, és egy új állapotot feltárni. Jó, rosszat. De így tudjátok meg, hogy mit kell tenni. Én állandóan rossz dolgokat látok, vagy jó dolgokat látok. Tehát nyilvánvalóan a szeretetnek a szeretet alapján kell látnotok a kapcsolati pontot köztetek. Itt tehát arra van szükségetek, hogy ezt a kapcsolati pontból közelítsétek meg a problémát, és hogy másképp lássátok a dolgokat, és egymást is. Efi kérdez. De a cikkben arról beszél Bála Szulám, annak a munkának megfelelően, amit el kell, végre kell hajtanunk, van itt valami nagyon megérinthető dolog, tehát ott ülünk a hajóban, valaki fúrja a lukat, és elsüllyedünk. De mi a hajó? A kapcsolat köztetek, az edény. Oké, tehát akkor ez a hajó az a köztünk lévő kapcsolat? Tehát így van, a kapcsolat köztetek. És ezt kell fenntartani, így van. És aki valaki ezt a kapcsolatot töri meg, az a fúrja lukat. Oké, na de a mi érzékelésünkben nekünk először kell érzékelünk a hajót, és, vagy először fel kell építenünk, és utána kell vigyáznunk, hogy ne megfúrjuk. Így van. Rav, tegnap ön azt mondta, tehát, hogy mi az, ami hiányzik az, hogy megfelelő kapcsolatban legyünk önnel, és nyilvánvalóan nekünk az árvot kell ahhoz, hogy önnel jussunk egy új kapcsolatra. Egyelőre ne velem foglalkozatok, magatokkal foglalkozatok, a saját csoportotokkal. Oké, de a csoport itt Peta Tikvában az a tény. Tehát a világcsoportban ugyanazt a felelősséget kell érezni. Tehát világosan meg kell mondani, hogy én azt is mondtam tegnap, mondja Rav, hogy nem a ti hibátok, ami történik, hanem ez mindenkinek a hibája, hogy nem vagytok arvútban az egész világcsoport, mondtam. Tehát én nem mondtam, hogy ez a legrosszabb csoport, és a többi csoport az teljesen rendben van, és mindenki perfekt, nem mondtam ilyet. Tehát nem mondhatok ilyet. Egy edényről van szó. Tehát nyilvánvalóan az, ami itt van, ez máshol is megjelenik. Tehát nem csak a 300 ember kefélyre van, aki itt ül, mert nem lenne helyes. Az egész világcsoport egyedény. Tehát mindenkinek meg kell vizsgálni, ki fúrja a lukat a hajóra, bármely országban lévő csoport. Oké, én azt gondolom, hogy mi valóban érezzük ezt a lényeget, amiről ön beszél, hogy hiányzik az arvút, a kapcsolatnak az ereje. Tehát ez néha jön, néha megy az érzés. Azért, mert mindenféle szinteken átmegyünk, persze, mondja. Tehát van, hogy felemelkedtek el a szintre, és elvesztitek. Tehát nektek
ezekkel a tórát olvasni és fenntartani, hogy hogyan mentek keresztül az összes különböző állapotokon, erről szól az egész ószövetségi biblia. Tehát minden alkalommal látnotok kell, hogy emelkedtek, süllyedtek. Hiszen az egész ószövetség bennetek zajlik, rólatok szól, egyetlen emberről. Tehát olyanok vagytok, mint az óvis gyerekek ebben a spirituális szempontból. Vannak vadabb gyerekek, vannak kedves és édes gyerekek, és akkor eljutok az iskolába, akkor van az első, második, harmadik év az iskolában, itt is lesznek olyanok, akik rögtön a problémákat szembesülnek, és olyan rosszak lesznek, mint az ördög, van, aki pedig látszólag minden problémákkal halad előre. Tehát nekünk nem kell sajnálni a tényt, hogy mindenki jó vagy rossz, nem kell felelagódni, nem ez a lényeg. Ez a fejlődésnek egy fokán másképp és másképp értékelődik. De én azt szeretném kérdezni, mondja Aszaf, hogy fontos a mi számunkra, hogy az árvót új szintjét elfogadjuk, amit el kell érnünk. Tehát magunkra kell ezt vonni, az egész világcsoportnak érezni kell a szeretetet és a melegséget, hogy egy új szintre jussunk a kapcsolat új szintjére. De pénteken lesz valami az eseményünk, akkor az egész világcsoporttal tegyük, tehát próbáljuk az egész világcsoportot bevonni, tehát mindig fölmerül egy kérdés. Én azt gondolom, hogy egy általános eseményt kéne csinálnatok a világcsoporttal, ahol mindenki tudhatja, hogy hogy fontos cselekedben vagytok, én örülnék ennek magyarabb. Az a tény, hogy én most elégedetlenek tűnök, az nem azért van, mert ez feltárult, hanem a válaszom nem volt elégséges. Nekem nem a probléma megjelenésével van bajom, hanem a válaszatokkal erre. De mondjarabb, a tény, hogy elgyengültetek, válaszolom, megválaszolja ezt. Hogy mennyire boldog vagyok azért, mert megjelenik a bűn. Tehát a bűnnek a feltárolása a válaszolomat boldoggá tette. Ez így van, mert a korrekció jelzi, de nektek a válaszotok nem volt megfelelő. Az nem volt elég teljes értelmű. De az a tény, hogy a tanár, a barátok, és mindezek a dolgok újra kell fogalmazódjanak bennetek, ez megfelelő válaszokat kell adni. Ha nem helyes a válaszotok mindenre a problémára, akkor az a jele annak, hogy körülöttünk nem egy olyan környezet épül, amelyik megfelelő válaszod erre adni. Tehát itt nyilvánvalóan az egész környezet hibás lehet ebben. Tehát nem nagyon van itt mit tenni. Tehát akkor nekünk az egész helyzethez úgy kell viszonyulni, hogy van valami, amit itt elnyerünk természetesen. Micsoda nagyszerű állapot ez, tehát ez az állapot adja meg nektek az egységnek az érzését, tehát amikor mindenki ebben az állapotban van, tehát a mi válaszunk nagyon fontos erre. Oké, de akkor a válasz tehát nekünk folytatni kell azt, ami feltárult, és még egyszer mondom, hogy nem az a baj, ami feltárult, hanem a választok arra, ami feltárult. Tehát nektek fel kell fedezni, hogy a gonosz, ami megjelent, az nyilván ez egy sötétséget jelent, és akkor nem azt jelenti, hogy össze-vissza kell hadonásznotok a sötétbe. És akkor nem azt kell mondani, hogy mikor jön a sötét, akkor barátom se oké, a tanár se oké. Tehát a válasz, amit adok a sötétségre, az rögtön megmutatja, hogy milyen környezet vagytok valójában. És miután nem építettünk még ilyen megfelelő környezetet, ami igazán támogat benneteket, ez mindig a problémákkal szembesítiteket. Tehát itt egy nagy különbség van abban a trendben, tehát igen. בגלל שערבות זה רגש, שכשהוא נמצא או פושט נמצא. תהיה אז ערבות מתנתנו תורם מיין ערזל מדולוג. הדברים שאם אני מנסה... לא יודע, נעזרו לבסל, ניתול שוקעת.
Tehát, hogyha én megpróbálok eljutni ahhoz az érzéshez, hogy nyilván minden tevékenység, amikor kimegyünk az emberek közé, valamilyen helyre, pontosan azért, mert ez egy közös feladat, megerősít az árvotunkat, tehát azt érezzük, hogy szükségünk van egymásra, mikor megyünk terjeszteni, és érzelmileg érezzük ezt. Na most elkezdtünk beszélni egy csomót, hogy csináljunk egy kongresszust, de ezen a héten volt egy terjesztés az egyik csoportban, mondja Hanok, és jöttek a barátok, és a lecke után megközelítettek bennünket, és megpróbáltak segítséget kérni egy csomó embertől, és nem kaptak segítséget. Tehát meghívtak embereket, akik nem is válaszoltak, nem megyek, nem segítek. Mi a kongresszusra készülünk, és ilyen dolgok voltak a válaszok. Tehát amikor mi az árvotról beszélünk, ezen a szinten, akkor pontosan azt kell elérnünk érzelmileg, mondja Hanok, hogy nekünk segíteni kell egymást. Tehát amikor egy ilyen állapottal szembesülünk, akkor azt kell megmutatnunk, hogy törődünk egymással, hogy szeretjük egymást. Sőt, hogy van valami értelmes, amit a kapcsolatunk meg tudunk élni. Hogy a terjesztésben mekkora önátadásban vagyunk, mennyire segítjük egymást, hogy emelkedünk magasabb szintre. Rav. A terjesztés annyira lesz fontos, mondja Rav, hogy amennyire választhatok egymásnak a segítségkérésre. Tehát, hogyha valaki segítséget kér tőletek, és nem is válaszoltok nekik, ez nem árvut. Nem tudom pontosan, mi történt, amire hivatkozol, mondja Hanoknak, de értem a problémát. Ez borzasztó, ha ez így történik. Ez azt jelenti, hogy... Az emberek elkezdtek nagy mértékben megzuhanni. Tehát az ezredik példája annak, amit mondtam, hogy miért nincs kongresszus. Ez az állapot, ez a helyzet, amiben vagyunk. De ez nem tölt el nagy megelégedettséggel. Oké, tehát akkor helyes azt mondani, hogy hogyan tudjuk, azt mondjuk, hogy meg kell erősítenünk a kapcsolatunkat, hogy hogyan tudunk még nagyobb erővel közösen kilépni a nagy közönséghez itt Izraelben. Rav. Nyilván a külső közösséghez kimehettek. Nyilván nem csak mellikusan cselekedtek el kezdeni, amikor kiléptek, hanem nektek legyenek közben egy érzelmi kapcsolatok egymással. Tehát nem mellikusan egymás kéz a kézben kimentek terjeszteni, hanem hogy értsétek, hogy mennyire függtök egymástól. Na de ha belegondoltok, hogy az, ahogy itt kétnapos kongresszust akartunk tartani, ez nem jogos, hogy senkit, hogy visszautasítsa a segítséget egy másik csoportnak, amikor azt kér segítséget a terjesztésben. Ez egy nagyon helytelen hozzáállás, mondja. Akkor jobban nem kezdünk el semmit, nem, hogy kongresszus csináljuk. Ez egy abszolút szükségesség, amit minden nap fenn kell tartanunk. A korrekció végéig, hogy az árvot az ez a feltétel. Hogy fönntartjátok az edényt. Hát az árvot a törés próbálj megoldani. Amit te most mondasz nekem, az egyik szimptóma, a betegség egyik jele, amiről beszéltem tegnap, miért nem lesz kongresszus. Angliában kérdezi Scotty, hogy mit jelent az, hogy helyes választ adunk arra, hogy bűnösök vagyunk. Azt jelenti, hogy mi benne vagyunk az árvot szándékában minden egyes pillanatban. És akkor az, ami feltárul, akkor azt örömmel fogadom, mert látom, hogy mi a betegség, látom, hogy hogyan kell kezelni. Hogyha én vágyom az árvotra, tehát mit kéne tennem más, mint hogy vágyom rá? Tehát én segítség nélkül vagyok. Hát mit kell tennem, hogy valóban felfedezzem, hogy egy hatalmas luk van a hajón, valaki megfúrta, és dől be a víz. Még boldognak is kéne lennem, mert ha megtalálom a lukat, akkor korrigálni tudom. Tehát nyilván az ilyen lukfoltozás pozitívon is el lehet kezdeni. De itt az ellenkezőjét látjuk most. Tehát, hogy én ellen vagyok ennek, meg ellen vagyok annak, nem tudunk tenni semmit. Ez pontosan az a szellemiségről beszélünk, amit meg kell vizsgálnunk. És hogyha látjuk az embereket,
hogy negatív szellemiséget tartanak fenn, akkor el kell távolodni egymástól. Németországban kérdezi valaki, hogy mindenki a saját, azzal kell foglalkozni, hogy ő ne fúrja a lukat, vagy mindenkinek a másiknak a lukfúrásával kell foglalkozni, kérdezték a németek. Tehát mindenkinek azt kell biztosítania, hogyha felfedező, hogy dől be a víz, akkor segítsen, nem az a neked kifúrta. Látom, hogy a lábad fáj. Lehet, hogy a végezetül én hallottam ezt a vizsgálatot, az árvutot egymás között. Tehát ha látom azt, hogy a barátok okozzák a kárt, akkor meg kell vizsgálnom, hogy hogyan tudom ezt leállítani. Tehát nyilván itt mindig új vizsgálatok kellenek. Adhatunk egy példát arra, hogy mi lehet a helyes hozzáállás, amit tudok segíteni a barátoknak? Rav. Ez ahelyett, hogy te... Tehát menjetek oda, és emeljetek feljebb őket, amikor látjátok, hogy mi történik. Tehát nektek együtt kell... megoldani a problémát, és ki kell kerülnötök abból, hogy az egész csak egy kritikába fulladjon, és ezzel leromboljatok mindent. Oké, na de akkor a cél az, hogy segítsük a barátot a helyes imával, vagy mi az igazi cél itt? A cél, mondja Rav, az, hogy összekapcsoljatok együtt. És így kell az első, vagy a másik, vagy a harmadik, vagy az ötödik baráthoz fordulni. Így növekszik ez minden alkalommal a kapcsolat. És ezen a módon mindenki a saját helyén kell, hogy megtegye mindezt. Tehát nektek mindig össze kell kapcsolódni mindenkivel. Mindenkinek ezt kell tennie. Ez az integrált kapcsolat, amiről beszélünk, ahol minden eleme ennek a kapcsolat központjává válik. Tehát szó szerint nincs kapcsolat köztetek most, hanem nyilván azt jelenti, hogy mindenki a saját része körül forog. És mikor mindenki a maga körül forog, de mindenki ezt a saját középpontját egy közös középpont köré vonja, ez az igazi arra. Musi. Helyes lehet egy olyan taktikát keresni, hogy hogyan lehet az arvutot beteljesíteni? Tehát, hogy... Tehát, hogy valóban mindenki érti, hogy mit kell tennie, érzi, hogy mit kell kitölteni, és abban felelősek egymásért, és segítene? Ez nagyon erőteljes dolog lenne, igen. Tehát azon túlmenő, hogy mi elvárjuk innentől kezdve, vágyunk arra, ennél még többre is van szükség, hogy pontosabban akár egy véletlenszerű tízes körökben is, körben is érezhessük a felelősséget egymás irányába, hogy mi valóban de mindenki érezhesse, hogy mennyire segítik egymást a barátok, hogy mennyire segítem a többieket, hogy nem, hogy kárt nem okozott nekik, egy jó példával szolgálok. Oké, na, de akkor van egy feladatom, hogy mi az árvút, hogy kutassam, hogy tehát értékes lehet ezt megtenni, vagy van több ezer fajta taktika, amivel tudom tudunk jutni. Valójában mondja, ez egy sokkal belsőségesebb munka, tehát nagyon, nagyon komoly belső munkát kell ez végezni mindenkinek, tehát ez azzal az elvel áll kapcsolatban, hogy a csoport az a spirituális útnak az alapvető eleme, ahol nekünk meg kell próbálni mindig kapcsolatban lenni egymással. Azaz mondja Rav, természetesen mindenkinek szüksége van arra, hogy gondoskodjon valamiről a barátok közül, konyhába segítsen, az épületet tartsa fönn,
ezt vagy azt megtegye. Ezek alapvető dolgok, amiken keresztül mindenki megtehet bizonyos fajta erőfeszítéseket. De, mondja rá, nekünk arra kell fókuszálni elsősorban, hogy a belső kapcsolatot tartsuk fenn. Oké, mondja Musi, ez a kapcsolat. Egyébként pontosan ez a kérdés is. Tehát a belső hozzáállásra szeretnék kérdezni valamit, amit nekünk korrigálni kell. Tehát azért, hogy ez belsőleg megtörténjen, nekünk külső és belső változásokat kell tennünk az állat érdekében. Így van, mondja rá. Ez biztos, így van. Tehát ez megkérdezhetően igaz. Tehát ez nem kérdés. Tehát például tehát valaki belsőleg érzi ezt a garanciát, és nekünk ugyanakkor van egy közös, tehát mindenki ma egyénileg garantál valamit, de van egy közös részünk is. Lehetséges? Nem, ez így nem lehetséges, mondja. Tehát nem lehet mindenkivel ugyanabban az állapotban. Van, aki közelebb van hozzád, van, aki a nyelv miatt, van, aki a karakter miatt. Tehát ez egyfajta... A különbség, bizonyos különbség fennmaradnak köztetek. Tehát ez a belső kapcsolatnak a fontosságát kell felemelni. Oké, Kola. Nem itt tízes körünkben, de más körül tízes körünkben is. Egyszer nem tudom, mondja Kola. Hogyha nem, hogy néha megölnénk egymást. Kívül nyilvánvalóan próbáljuk ezt az egót, ezt a kritikát megállítani. Tehát ki az, aki ítélni tud itt? Hogyha a teremtő meg akar engem vizsgálni, és egy helyzetbe rak engem. Hát nyilvánvalóan a helyzetem megfelel, mindenki megítélje a másikat. Hát senki nincs, aki elmondani neked, hogy mit kell ezzel kezdeni? Oké. Ezért lett a helyzet ilyen, mint amilyen, mondja a srác. Nyilván valaki mond valamit, a másik össze-vissza magyarázza. Persze. Hát mindenki megvan a saját véleménye, és mindenki össze-vissza magyarázza azt, mit mondott a másik. Akkor mit kell tennünk, mondja rá? Hát mit tettünk eddig? Nem tudom, mondja rá. De ha nem változtatjuk meg, akkor ez örökké így marad. Tehát valami tennünk kell, hogy ne így legyen. Ezért mondják azt, hogy mindenki. Mindenki meg magát kell alávetni a barátok véleményének. Hát ez a legfontosabb dolog. Oké. Igen, de csomó ember nem tartja ezt, hanem elkezdi magyarázni másképp, mint amit nem mondanak. Oké, de akkor ki dönt? Ki az, aki igazán dönt? Mindenki dönthet, amit akar. De én nem azt kérdezem, hogy felőled mit döntenek a többiek, hanem hogy te mit döntesz a többiektől. Tehát ezáltal, amit mondtam, eljutok az általános alávetettségértésének, hogy a cél érdekében megteszem a többieknek, hogy alávetem magam. Oké, na de mindenki a cél irányba próbál meg dolgozni. Például valaki késik. Nem, ez attól függ. Nem az a lényeg, hogy mindenki a cél irányba tart, az a lényeg, hogy mit tart célnak. Tehát... Nyilvánvalóan nekem azt kell mondani, hogy én előtted járok, fölötted járok, hanem azt, hogy alávetem magam annak, hogy te előrébb juss. Oké, na, de azt jelenti, hogy mindenki interpretálja a barátjának a dolgait. És de ha gyakorlatban megnézzük, így van, neked gyakorlatban kell megtenni, egyetértünk, magyarok. Tehát nektek le kell nullázni magam a csoportnak és a többieknek. Tehát mondjátok, hogy mit tegyek, és én megteszem. Én ebben példaként akarok lenni. Te azt mondod, hogy nem, mindenkinek megvan a véleménye, mindenki meg akarja mutatni a saját véleménye, pontosan, mint a többéké. Akkor az egótokkal játszatok, hogy melyik jött ki az erősebb. Nektek másfajta módon kell irányulni hozzátok. Egymás felé, bocsánat. Tehát, hogyha a bálaszolámot olvassátok, akkor nem ezt kell tapasztalatok belül. Hát nem tudom, mit kell tennetek más, mint amit mondtam. Oké, de valami rossz. Ez érintem, én is mondjak kóla. Nem, hát olvassátok, ami van leírva. Oké, mindenki elolvasi, mindenki meg van győzve, hogy érti. De bálaszolám leírja pontosan.
hogy nagyon, nagyon jól írja le, nagyon nagyon pontosan leírja, hogy valakinek alá kell vetnie magát a barátoknak. Fejet kell, hogy hajtson gyakorlatban. Mit jelent ez? Nem arra van szükséged, mondja Rav, hogy feltörik veled a padlót. Nektek meg kell mutatni, hogy le tudsz nullázodni az előtt, amit ők akarnak, és csöndes tudsz maradni. Oké. Hogyha én leteszem a mikrofont, és nem mondok semmit, mindenki ugyanabban az állapotban marad. Én alázatos maradok, de igen, de akkor segítesz megérteni Bála Szulám írásait, hogy valakinek a barátoknak akaratának kell alávetni magát. Oké, de tehát Bála Szulám azt mondja, hogy le kell nulláznod magad a barát előtt, hogy te vagy a legalacsonyabb és legrosszabb ember a világon, így kell közeled a barátaidhoz. És nagyon nagy tanulás kell ahhoz, hogy az ember megértse pontosan, hogy képes legyen ezt állandóan fenntartani, ezt az érzést. És az embernek a gyakorlatban kell ezt megtanulnia. Ezért az embernek így van. Nagyon fontos, hogy mindenki értse pontosan, mi történik, hogy mindenkinek le kell lapsolítani magát. Én nem tudom, magyarav. Én is érzem, hogy mennyire nehéz ezt nekem megcsinálni, hogy a másik alá vigyem a véleményemet. De nincs más lehetőség. Tehát nyilván van, amikor tehát nyilván én önmagamban olyan fajta személyiség vagyok, hogy nem tudom. Én azt éreztem, nem egyszer, ugye, hogy ugye beültünk az autóba a barátokkal, és ott éreztem, hogy új kezdve kibontakozni köztünk, akikkel ültünk a kocsiba, még ez ugye a ramaséle időkre vonatkozik. És az, amit a csoport irányába érez az ember, oké, na de én a barátokkal vagyok együtt. És akkor én azt gondolom, hogy az egyik barátom mond valamit, akkor szerintem nekem igaz, a másiknak nem. Nem. Tehát nekünk fenn kell tartani egy kellemes atmoszférát kifele mindenkinek. Tehát a szellemiség, mondja, amit kialakítasz, az élethalál kérdés. Tehát itt volt ugye lehet az, hogy a nagy csoporton belül vannak különböző kis csoportok, és különböző vezetői vannak ennek a kis csoportoknak. Nyilvánvalóan nem nagyon lehet összehasonlítani a régi kabbalistáknak a helyzetét, meg a mai, tehát ez teljesen másfajta munka. Itt, ahol most vagyunk, mondja, ma, ebben az állapotban, mi először a történelem során meg kell próbálnunk betartani azt, ami le van írva, és nyilván a számvezetés utáni helyzetben vagyunk, tehát itt van egy csoport, akinek stabilizálni kell a helyzetet, amely Isten segítségével remélhetőleg sikerülni is fog, és az egész emberiségének el kell kezdeni összekapcsolódni egymással, tehát mi ebben az állapotban vagyunk. Tehát nincs példa erre, példa nélküli ez az állapot, ami történik, tehát amit most kell megtennünk, senki nem tette meg még a világon. Talán adhatnánk egy példát erre, hogy néha lehetetlen elfogadni ezt. Tehát
Tehát amit láttam idáig, ad néhány utasítást, és aztán és a szombaton jönnek a gyerekek is ide ebbe az épületbe. És amit látunk, hogy hogy a gyerekeknek részt kell venni ebben a szombati közösségi életben. És akkor sokan mondják azt, hogy miért hozzátok ide a gyerekeket. Akkor nagyon nehéz elfogadni ezeket a kérdéseket. Mert az egyik megkérdezi, hogy nem kéne idehozni, hogy komolyan munkát tudjunk végezni. Ez egy jó példa erre. Azért mondják ám ezt, mondja a... De a gyerek csöndben ült, akkor is ezt mondják. Ha a gyerek megfelelően viselkedik, akkor nem hiszem, hogy probléma lehet ez, akár szombaton is. Tehát valaki mond nekem valamit, ami ellene megy annak, amit ön javasolt, és ami, ez igaz, amit mondasz. Itt egyetértek vele. Tehát ha betartjátok a szabályokat, akkor nem lehet megtámadni benneteket azért, mert a gyerekeket idehozzátok. Rav, last utolsó sabatkor ön egy példát arra, hogy bizonyos kemény feltételek esetén is hogyan tudunk közelíteni egy kongresszushoz. És akkor elkezdtek az önvizsgálatok, különböző fázisokon mentünk keresztül, aztán mindig előléptünk, hátraléptünk a feltételekben. Tehát, hogy kilépett be a kongresszusra, akkor még ugye ez szombaton még egy kérdés volt. És akkor értünk egy ponthoz, ahol fel is adta az álláspontját, és azt mondta, hogy mindenki beléphet. És ez nagyon jó példa volt arra, hogy hogy tanulhatunk öntől. I noticed that our feedback was that afterwards when we discussed that maybe we could... Én tudom, hogy aztán lehet, hogy mi megzavartuk önt, mi nem tudom, hogy meggyőztük-e önt. Tehát én azt látom, hogy itt súlyos problémák merültek föl, hogy ami miatt oda vezetett, hogy nem lett kongresszus. És hogy na, ebben az esetben hogy lehetünk mi egymás garantorai, egymás kezesei a kölcsönös garanciában, hiszen aznap este volt egy közös döntés, akkor rögtön visszatértünk a kemény feltételeket. Annak ellenére, hogy ön már kinyitotta a kongresszus mindenki számára. Tehát mit tanulhatunk mindebből? Tehát mi hogy tudunk ebből kilépni, különben mi mindig ugyanabban a helyzetben fogunk szerencsétlenkedni, mondja is le. Zsolt csoport tagja egyébként ez a fiú. Én azt gondolom, hogy a teremtő megmutatta nek, egy jó állapotot tárt fel, a fejlődés egy nagyon jó állapot ez. Megmutatta nekünk, hogy a probléma hol van, hogy nekünk gondoskodni kell erről a dologról, hogy előadjunk. A probléma az, hogy milyen, nem vagyunk kapcsolatban egymással, nem vagytok kapcsolatban a megfelelő kapcsolatban a teremtővel, a tanárral, hogy nem helyes módon pozícionáltátok ezeket a dolgokat, a cél pedig az összetapadás kell, hogy legyen. Tehát ez a legmeghatározó faktor, és ezt így kell stabilizálni egy formát, hogy az én szándékom minden egyes pillanatban az összetapadásra irányuljon. Hogyan tudom ezt elérni? A barátokkal, a tanulással. Tehát, hogy nekem így kell tanulnom együtt, de nyilván az összetapadás fényével, mert nyilvánvalóan a végső eredmény bele van foglalva a kezdeti gondolatba. És ez a mi munkánk, és innen akkor nyitom ki a számat, akkor kezdetek el dumálni. Tehát minden ebből kell, hogy fakadjon. Ez az alap, amire építitek a munkátokat. Tehát mi most felfedeztük, hogy egy nagyon nagyobb problémával szembesülünk, egy központi problémával, az arvút problémával. Ez nagyon jó, hogy így van. Ez önmagában valóban nagyon jó, de hát nekünk el kell ebben mélyülnünk, és le kell zárnunk ezt a problémát. Tehát nekünk el kell jutnunk egy másik szintre, az arvút, az a következő szint, ahol annak az... Tehát össze kell kapcsolódnunk együtt, és együtt el kell érnünk a következő szintet. Erre van szükségünk most. Tehát,
Hogyha mi akarjuk ezt, akkor meg tudjuk tenni. Egészen addig kell folytatni, amíg ezt tudjuk. Tehát ha nem ezen a szombaton, akkor a másik szombaton. Mindegy, hogy a vég köze, a híd közepén éritek el, vagy a következő szombaton, de el kell jutnunk abba a pontba, hogy valamilyen érzékenységet fogunk tanúsítani az arvút hiányára. Érzékennek kell lennünk, hogy miért baj az, ha nincs arvút. Tehát nekünk el kell kezdeni megérteni, hogy hol rejlik az arvút, mi történik, miért történik. Az edényünknek az összes pontját össze kell kötnünk, éreznünk kell, hogyha nem vagyunk kapcsolatban, miért nem vagyunk kapcsolatban, tehát miért nem kapcsolódunk a többiekkel. Tehát miért maradtunk ebben a különbségben? Nagyon sok ember van itt, aki csalódott, erőtlen, mert nem kapcsolódik a többiekkel. Tehát röviden, nekünk ezt meg kell tennünk. Ön azt mondta, hogy a mi edényünknek minden szempontból össze kell kapcsolódni. Tegnap így van mindenki egy pont. Világos. Tegnap egy kicsin csoportban a barátok azt mondták nekem, hogy kell két tízes kör, az egyik tízes kör, aki mindig ide jár, valaki pedig csak hetente néhányszor. Ők azt mondták, hogy ők azt érezték, hogy ezen a héten ez a kicsin csoport is két tízes körre osztott, és ketté repettek a tízes körök ilyen szempontból. Azért kell keveredniük. Azért kell keveredniük, mondja Rav. Tehát hogyha az állandó tízes köröket hoztok létre, aminek az állandósága ilyen így alakul ki. Tehát, hogyha ez leválasztódás jelent egymásra, az nem jó, akkor nem szabad, hogy ezt utat kövessétek. Mert ez büszkeséggel jár, ostoba büszkeséggel. A csoportnak a büszkesége jó, de ez egy pozitív büszkeség kell legyen, amely elvezet bennünket oda, hogy segítjük egymást. És nyilvánvalóan a büszkeséget a teremtő irányába kell felemelni, hogy a tagja lehetek annak, aki a teremtő felé megy, és nem az ego felé. Két kérdés, mondja közösen. Ön korábban mondta, hogyha van egy törés az árvódban, akkor üljünk le, és tartsuk meg, és gondoskodjunk rajta. Így van, mondja. De mi az a cselekedet, amit egy ilyen helyzetben kell tenni? Mit jelent az, hogy leülni és befejezni a műveletet? Az, hogy leülsz, arra gondoltam, hogy ezzel foglalkozol. Tehát nem az, hogy leülsz és nem csinálsz semmit. Hogy elérj egy ponthoz, hogy addig nyugodatlan maradsz, amíg el nem jutsz oda, hogy az egész képet helyre raksz, de most már elég volt, menjünk át a leszke következő rész.